Mivel rengeteg félreértés és probléma merül fel Saul, azaz Pál írásaival kapcsolatban, amire figyelmeztet is minket egyébként a Brit Hadesha, az új szövetség, hogy Saul írásait félre fogják értelmezni és nehéz megérteni. Ezért úgy gondoltam, hogy érdemes végmenni egyesével a levelein és azok fejezetein, Úgyhogy ezt el fogjuk kezdeni a rómaiakhoz írt levelével, és ez a sorozat erről fog szólni. Remélem, hogy mindenki hasznosnak találja majd, és e, halleluja! Rómaiakhoz 13-as fejezet pedig így kezdődik. Első verszak. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak elohim és amely hatalmasságok vannak, Elohim-től rendeltettek. Azért aki ellene támad a hatalmasságnak, az Elohim rendelésének támad ellene, aki pedig ellene támadnak, önmagoknak ítéletet szereznek. Arról beszél, hogy a világ uralkodói azért léteznek, mert uh, Jahua ezt akarja. Amennyiben ő nem akarná, ezek nem léteznének. Természetesen ők is, ahogyan mindenki más, Jahua, tervét hajtja végre, és részét képezi ennek, akár pozitív, akár negatív. Az, ami történik a világban ma, az büntetés azért, mert a világ elfordult az ő instrukcióitól. Nézzünk meg néhány példát arra, hogy hogyan is ad ő hatalmat a világ vezetőinek és hatalmasságainak. Ez második krónika 36, 22-23, hogy nézzük meg, miről is szó. És Círus Perzsa király első esztendejében, hogy beteljesedjék a Huának szája által beszéde, mondott, ugye ez egy hozzáadott szó, Jahua felindítá Círus Perzsa király lelkét, és ő kihirdetteté az egész ő birodalmában, élőszóval és írásban is mondván. Ugye Jahua az, aki a hatalmat adja neki, és nem csak a hatalmat, hanem ő az, aki úgy tűnik, hogy irányítja, hogy mit csinál. Círus, Perzsa király. 23. Így szól Círus, Perzsa király. Jahua, a mennynek hatalmassága, e föld minden országait nékem adta, és ő parancsolta meg nékem, hogy építsek néki házat Jeruzsálemben, mely Judában van. Valaki ezért ti köztetek, az ő népe közül való, legyen vele Jahua, az ő hatalmassága és menjen fel. Ez elég egyértelmű. Szó szerint azt jelenti, amiről beszél Jahua az, aki kurás, azaz círus perzsa király lelkét felindította, hogy ezeket cselekedje, illetve ő az, aki a hatalmat neki adta, hiszen megvan a célja vele, ugyanúgy, ahogy mindenki mássa. Yes, Jesi 45-ös fejezetben szintén olvashatunk ugyanerről, ez pedig az elsőtől harmadik versig. Így szól Jahua felkentjéhez, Círushoz, kinek jobb kezét megfogám, hogy meghódoltassak előtte népeket, és a királyok derekának ővét megoldjam, ő előtte megnyissam az ajtókat, és a kapuk benne zároltassanak. Ő az, aki minden hatalmat nekiad, és ő az, aki a csatákat megvívja helyette, ugyanúgy, ahogy helyettünk megvívná, amennyiben mi úgy járnánk, ahogyan ő azt akarja. A második vers. Én menéndek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm, és leütöm a vaszárakat. Néked adom a sötétségnek kincseit, és a rejtek helyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok Jehova, aki téged neveden hívtalag, és rá hatalmasságot. Szintén magáért beszél az, amiről szó van, hua az, aki eldönti, hogy ki az, aki uralkodik a világon, illetve milyen hatalmasak állnak az emberek fölött. Ő adja nekik a hatalmat, ő harcolja meg a harcokat, ő dönti el azt, hogy tulajdonképpen mi is az, ami történik a világban. Még akkor is, ha nekünk szabad akaratot adott ahhoz, hogy dönthessünk és engedelmeskedhessünk, vagy pedig ellenállhassunk az ő instrukcióinak. Daniel négyes fejezetben Nabukodonozorról olvashatunk, és az ő történetéről, aki nem ismeri, Dióhéjban szerintem érthető lesz, de elmagyarázom a végén. 30 es fejezet. Abban az órában betelék a beszéd Nabukodonozoron, és az emberek közül kivetteték, és füvetevék, mint az ökrök, és égi harmattal öntöztetik az ő teste, míg nem szőre megnöve, mint a saskesejű tolla, és körmei, mint a madarakéi. Ugye az volt a probléma, hogy Nabukodonozor uralkodott a világon, míg ne, saját magának tulajdonította ezt, és nem, nem volt hajlandó elismerni azt, hogy a hua volt az, aki neki adta ezeket. Egy figyelmeztetés kapott először, hogy ez fog történni vele, hogy úgy fog élni, mint egy, mint egy ökör 7 évig, amennyiben nem hajlandó változni, azonban ő nem változott, és ez beteljesedett rajta ez a jóslat, ez az, amiről itt olvasunk. A 30-as versszakban betelt, 31-esben pedig eltelt a 7 év, és az idő elteltében én, Nabokodonosor, szemeimet az égre emelém, és az én értelmem visszajöve, megvilágosodott a hét év után, és áldám a felséges hatalmasságot, és dicsérém, és dicsőítém az örökké élőt, azaz Jahuát, kinek hatalma örökké való hatalom, és országa nemzedékről nemzedékre áll, azaz megértette azt, hogy ő, Jahua az, aki a hatalmat kiosztja a világon minden vezetőknek, akkor is, ha őt szolgálják, és akkor is, ha nem, hiszen mindenkivel megvan a terve, és mindenki az ő tervét viszi előre, ha tetszik, hanem a gonosz ugyanúgy, ahogyan az igaz. 32-es vers, ez szintén Nabukodonozor szava. És a föld minden lakosa olyan, mint a semmi. És az ő akaratja szerint cselekszik az ég seregében, és a föld lakosai között, és nincs, aki az ő kezét megfoghatná, és ezt mondhatná neki, mit cselekedtél. Azaz mindenki azt cselekszi, amit Jahua akar. Akár az ég seregében, azaz amit az emberek ugye csillagoknak hívnak, akár a föld lakosai között, mint a két birodalom vagy dimenzió azt csinálja, amit hua akar, és senki sem kérdőjelezheti meg azt, amit ő cselekszik. A záróverszak pedig így szól, most én Nabokodonozor, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt, azaz Jehuát, mert minden cselekedete igazság és az ő utai ítélet, és azokat, ki kevésségben járnak, megalázhatja. Azaz megértette a leckét, és rájött arra, hogy a hua az, aki a hatalmat kiosztja, és ő az, aki eldönti alapvetően, hogy mi történik a Földön. Természetesen a szabad akarat mint ahogy Nabokoronozor esetében is lehetővé teszi azt, hogy az ember ellenálljon, azonban ennek megvannak a következménye, és mikor megjön az embernek az értelme újra, akkor megváltoztathatja az útját. Azonban ezt nem mindenki érti meg az üzenetet, és nem mindenki hajlandó változtatni, és inkább kevésségben jár egész életében. Végezető pedig, hogy megnézzünk egy harmadik példát, ez szintén Daniel ötös fejezet, és ez még mindig a babilóniai fogság idején játszódik. Ekkor azonban már Belsezár, Nabokodonozor, utóda a király. Így szólt Daniel, ugye Belsezár látott egy látomást. Felség, a felséges Elohim birodalmat és méltóságot, dicsőséget és tisztességet ad a Nabukodonozornak, a te atyádnak ismét csak Jahua az, aki ezeket a dolgokat aján, odaadta Nabukodonozornak. És a méltóság miatt, amelyet ad a néki, a népek, nemzetek, nyelvek mind féltek és rettegtek tőle. Megölt, akit akart, életben tartott, akit akart, felemelt, akit akart, megalázott, akit akart. Azért, mert a megadta neki a lehetőséget. De mikor szíve felfúvalkodott, és a lelke megkeményedett, megáltalkodottan, amikor ugye a 7 éves úgymond száműzetés előtt, levetteték az ő birodalmának király székéből, és dicsőségét elvevék tőle. Akkor azonban elvette tőle ezt a dicsőséget. És az emberek fiai közül kivetteték, és az ő szíve olyannál lőn, mint a barmoké, és a vad szamarokkal lőn az ő lakása, és fűvel et etették őt, mint az ököket, és a teste égi harmattal önt összetett, míg megismeré, hogy a felséges Elohim uralkodik az emberek országán, és azt helyezteti arra, akit akar. Tehát, amikor az ember azon morfondírozik, hogy miért úgy néz ki a világa, ahogy kinéz, akkor rájön arra, hogy azért, mert Jahue ezeket az embereket helyezte hatalomba. Miért? Azért, mert mind az ő népe, mind az összes többi nép elfordult attól az úttól, amit ő kijelölt számunkra. Ő nem feltétel nélkül fogad el mindenkit, még lehet, hogy szeret mindenkit, azonban elfogadni mindenkit, az egy másik dolog. Azt fogadja el, aki úgy jár, ahogy ő akar, ameddig nem úgy jár az ember, ahogy ő akar, addig jó esetben problémái vannak, rosszabb esetben pedig nem foglalkozik vele a teremtő. Erről fog írni Daniel, és te ebben se zár az ő fia, nem aláztad meg a szívedet, noha mindezt tudtad, annak ellenére, hogy tudja a történetet, annak ellenére nem úgy viselkedett. Ugyanúgy, ahogy ma az emberek tudják az összes történetet, ennek ellenére úgy döntenek, hogy nem hajlandóak tudomást venni erről. Sú 23, sőt, felemelkedtél az egekura ellen, ugyanúgy, ahogy ma teszik az emberek és az ő házának edényeit előtt behozták, és te, és a te főembereid, a te feleségeid, a te ágyasait bort ittak azokból. És az ezüst arany ért vasfa kő isteneket dicsérét, akik nem látnak, sem nem hallanak, sem nem értenek. himet pedig, aki kezében van a te lelked, és előtte minden te utad nem dicsőítetted. Ez volt a probléma a későbbiekben. Az, hogy elfordult tőle a hua, annak adja a hatalmat, akinek akarja, azonban el is veszi tőle ugyanúgy, amikor az az ember nem neki ad dicsőséget, hanem a saját maga magát helyezi előtérbe. Vagy pedig nem jár azon az úton, amit a hua kijelölt számunkra. Természetesen később be még ugyanezen az estén ö, meghal, illetve megölik, és ö, később pedig Dáriusz elfoglalja a babilóniai birodalmat. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak. Azaz azok, akik nem a helyes úton járnak, azoknak kell rettegnie a fejedelmektől is. akarod -e pedig, hogy ne félj a hatalmasságoktól? Szeretnéd-e, hogyha ez a félelem nem, hogyha nem kéne félelemben élni a, a fejedelmektől, a, a, vezetőktől? Cselekedjed a jót, és dicséreted lesz attól. Egyszerűen csak Éj úgy, ahogyan Jehova azt meghatározta, cselekedjed a jót. Akkor nézzük meg, hogyha azt mondja, hogy cselekedjed a jót, és dícséreted lesz attól, mit is jelent a jó, Jehova szerint, nem pedig nyilván szerintünk, ez kiderül többek között 5 Mózes Teberim 30-as fejezetből 14-16. Így szó, sőt, felette közel van hozzád, ez ige a te szádban, és szívedben van, hogy teljesítsed azt. Ez azok számára érdekes különösen, akik azt szajkozzák, hogy senki nem tudja betartani a parancsolatokat, nem lehet azt szerint élni, ez átok, ez rabság, ez akár bűn. Ez felette közel van hozzád, a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt. Ez nem lehetetlen, ez nem rabság, vagy nem átok. Ez az egyik, a lényeg azonban a 15-ös számunkra most. Lám előtt beadtam ma néked az életet és a jót, a halált és a gonoszt. Akkor mi is az élet és a jó, amit elébe adott ezen a napon? 16-os versből kiderül, mikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed Jahuát, a te hatalmasságodat, hogyan? hogy járj az ő tartsd meg az ő parancsolatait, rendeléseit és végzéseit. Miért? Azért, hogy élj, hiszen az életet és a jót adta elé, és szaporodjál és megáldjon téged, a te hatalmasságod a földön, mert bemégy, hogy bírjad azt. Ez a jó, és ez az élet, az ő parancsolatai, rendelései, végzései, utasításai, magyarul egy szóval a instrukciói beszédek, Misli második fejezet szintén magyarázatot ad arra, hogy mi is a jó, és ez így, Szofia, ha beveszed az én beszédimet és parancsolatimat elrejted magadnál, mi történik akkor? Megérted a félelmét, és Elohimnek ismeretére jutsz. Így jut el az ember Elohim ismeretére. Hatos verse. Mert Jahua át bölcsességet az ő szájából tudomány és értelem származik ugye hozzá adott. Az ő szájából tudomány és értelem származik. Mi az, ami az ő szájából jön? Az ő instrukciói, az ő parancsolatai adthora. Hetes. Az igazaknak valóságos jót rejteget, pajst a tökéletesen járóknak, hogy megőrizze az igazságnak útait, és kegyeseinek útját megtartja. Jót rejteget, a szájából a tudomány és értelem az maga a jó, ami pajzs azoknak, akik tökéletesen járnak, hiszen azok úgy járnak, ahogyan ő meghatározta. Ez által ő pajzsként védi őket, és megőrzi őket az igazság útjain, azon a keskeny úton, mely a szűk kapuhoz vezet. Akkor megérted az igazságot, és törvényt, és becsületességet, és minden jó utat akkor az igazság útján haladóknak megmutatja majd az igazságot, a törvényt, és ez minden jó út. Az igazság útja és a minden jó út egy és ugyanaz. Mi is az igazság útja, ez kiderül. Zsoltárok 119, 30, 34. Az igazság útját választottam. A te ítéleteit fognak előttem ragaszkodom a te bizonyságaidhoz a te parancsolataid útján járok. Taníts meg, Uram, a te rendeléseidnek útjára. Oktass, hogy megőrzöm a te törvényre. Ítélet, bizonság, parancsolat, rendelés, törvény. Ez az igazság útja. Ez az, ami megtart minden jó úton mindenkit. Aki ebben jár, pajsként véd, és eligazít minket a világban. Tehát ez a jó cselekedet, ez a törvényeit jelenti. Akinek ez nem elég, annak biztosításként itt van második Krónika 35-ös fejezet, Tivri Hayamim. És ez így szól, Józsiasnak pedig többi dolgai, és a szerint való jó tettei, amint Jahuának törvényében megvan írva. És az első és utolsó dolgai ímé meg vannak írva a Shrál és Jehuda királynak könyvében. Tehát a jó tett az az, ami Jakua törvénye szerint meg van írva. Jósiásnak pedig a többi dolgai, és az szerint való jó tettei, amint Jakuának törvényében meg írva, Júda és Izrael királynak könyvében meg vannak írva. A jó tett az, ami Jakua törvényével, teremtő instrukciói, instrukcióival, torájával, összhangban történik. A helyzet az, hogy Saul nem csak, hogy sokkal jobban ismerte a, az írásokat, amit akkor ők írásnak tudtak, ami a, a törvény, zsoltárok, illetve a profétánk, sokkal jobban ismerte, mint a legtöbbünk, hanem írni és kifejezni magát is sokkal elegánsabban tudta, mint ahogy a legtöbb ember azt egyáltalán fel tudja fogni és fel tudja dolgozni. És anélkül, hogy meghatároznánk a fogalmakat abban, amit ő írt, anélkül lehetetlen megérteni, és ha megyünk a saját fejünk után, és azt gondoljuk, hogy a jó és a rossz azt jelenti, amit a világban ma jelent a jó és a rossz, vagy a törvény mindig a torát jelenti az ő írásaiban, akkor egészen, egészen el fogunk tévedni, ahogyan a legtöbben eltévedtek sajnos. 4-es vers, Rómaiakhoz 13. Mert Elohim szolgálja ő a te javadra. Ez ugye a világ hatalmasságairól beszél. Ha pedig a gonoszt cselekszed, Pé, Mert nem ok nélkül viseli a fegyver. Mert Elohim szolgálja bosszúálló haragra annak, aki gonoszt cselekszik. Ihezikáján 33-as fejezet választad arra, hogy mi is a gonosz. Ki az, aki gonoszt cselekszik, akit a teremtő megbüntet az által amilyen hatalmasságok vezetik a világot, hiszen ők is, ugyanúgy, ahogy mindenki más, ahova akaratát hajtják végre. Mi is a gonoszság? 13-as versből kiderül, mikor ezt mondom, az igazról élvén éljen. És ő bízván az igazságában gonoszságot cselekszik, azaz az, aki jó úton jár, elbízza magát, és letér a jó útról, megbeszéltük az igazság útját, a jó útat már, Semmi igazsága emlékezetben nem jön, és gonoszsága miatt, melyet cselekedet meghal. Tehát a gonoszság ellentétes az igazsága. Nézzük meg, hogy mi is ez. És ha mondom a hitetlennek, aki ugye a gonosz, halállal halsz meg, és ő megtér a bűnéből, olyan Úgy, hogy a törvény szerint igazságot cselekszik. Zálogot visszaad a hitetlen, rablottat megtérít, az életnek parancsolatiban jár többé nem cselekedve gonoszságot élvén él, meg nem hal. Aki a törvény szerint igazságot cselekszik, és az életnek parancsolatiban jár, amit nem más, mint a huának a szava, az ő parancsolatai, maga a tora. Egyszerűen csak az ember a szerint él, és akkor nem kell félni a világtól, vagy pedig Jahua haragjától. Öt, annak okáért szükség engedelmeskedni, nem csak a haragért, hanem a lelki ismeretért is. Mert azért fizettek adót is, mivel hogy Elohimnek szolgái, kik ugyanabban foglalkozkodnak. Tehát annak okáért szükséges engedelmeskedni, mert ők is Jahua akaratát hajtják végre. Ők is, Jahua szolgái, akik ugyanabban foglalkozkodtak és nem csak a félelem miatt érdemes engedelmeskedni, hanem azért is, hogy az ember lelki ismerete megnyugodjon. Ugye az adózásról beszél, azért fizette adót, mivel, hogy Elohimnek szolgálják, ugyanabban foglaltoskodnak, azaz az ő akaratát hajtják végre, számtalan hasznos dolgot tesznek ebből az adóból. Hetes. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot, akinek a félelemmel a félelmet, akinek tisztességgel a tisztességet. Senkinek semmivel ne tartozzatok. Azaz, ami a törvény a szerint éljen az ember. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, meg ki, aki szereti felebarátját a törvényt betöltötte. Aki szereti fele barátját, a törvényt betöltötte. Ez egyáltalán nem egy új koncepció, természetesen Yahusha. Másiek ugyanerről beszélt, mikor azt mondta a második, pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat, nincs más, ezeknél nagyobb parancsolat. Az első pedig így szó, minden parancsolatok között az első hajad és el, a ami a mi hatalmasságunk egy Adonai, egy Jahua. Szeresed ezért Yahuát, a te hatalmasságot, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig ehhez hasonlatos. szerest vele barátodat, mint magadat. Ez egy idézet. Természetesen ö, 5 Mózes 6, 4, 6-ban található az első. A második pedig 3 Mózes 19, 18. Hazaz, vaikra 19. bosszúálló ne négy haragot, ne tarts! a te néped fia jelen, hanem szerest fele mint magadat. Azaz ezek egyáltalán nem új koncepciók, és ez nem a szeretet, nem most jött el a szeretet, mindig is ez volt. Mert aki szereti felebarátját, a törvényt betöltött. A törvény egyenlő azzal, hogy az ember szereti felebarátját, Amennyiben ezt hitből csinálja az ember, teljes erőből, teljes elméből, teljes lélekből, teljes szívéből, akkor tölti be ezeket a parancsolatokat, és akkor engedelmeskedni fog ezeknek a parancsolatoknak. De amint látjuk, ez a kezdet kezdetétől fogva így volt, és ezért hozta létre a parancsolatokat a teremtő, hogy az embereknek segítsen abban, hogy hogyan kell élni. Ezt fogja egyébként Saul elmagyarázni a 9-es és a 10-es versben. Mert ez ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az igében foglaltatik ő egybe, azaz visszautal a tíz parancsolatra, ami ugye 5 mózes 5, illetve 2 mózes 20. Miért utalna vissza oda, ha ezt már nem kellene betartani? Teljesen logikátlan. Szóval. Ha más parancsolat van, ebben az igében foglaltatik egybe, szerest fele mint te magadat. Tehát nem csak, hogy visszautal a megváltóra, szeres fele mint magadat, hanem a törvénye is szeressed fele mint magadat. 3 és 19. Úgyhogy Saul nem, hogy ar arról beszél, hogy a törvényeket nem kell betartanunk, hanem arra szólít fel, hogy a törvény betartása maga a szeretet. Visszautal a 10 parancsolatra, és azt mondja, hogy amennyiben más parancsolat van, már pedig tudjuk, hogy más, hiszen 613 parancsolat van, más parancsolat van, az összefoglalható úgy, hogy szeresd fele barátodat, mint te magadat. És anélkül, hogy, hogy durván hangzanék, de ha belegondol mindenki abba, ami 3 és 18 ban össze van foglalva, például a, a szexuális viselkedéssel kapcsolatban, annak egy része arra vonatkozik, hogy az ember hogyan szereti a felebarátját, más része arra vonatkozik, hogy saját magát, hiszen arról beszél, hogy a közeli rokonsága, a másik feleségével, és állatokkal, és a többi, és a többi. De ezt nem sorolja itt fel, az nem jelenti azt, hogy azokat a parancsolatokat eltörölte. Egész egyszerűen azt jelenti, hogy amennyiben más parancsolat van, az össze van foglalva ebben a mondatban, hogy szerest fele barátodat, mint te magad. Erről beszél ő. Nem arról, hogy nem kell megcselekednünk, pontosan az ellenkezőjét állítja. Hogy igenis, hogy... hogy meg kell, hogy cselekedj. Ez az egyik. A másik, nézzük meg még egyszer a nyolcas fejezetet, verset. Egymás szeressétek, mert aki szereti fele barátját, a törvény betöltötte. Akkor az, hogy betöltötte, azt jelenti, hogy már nem kell többé csinálnia? Vagy azt jelenti, hogy ő úgy élt, ezáltal beteljesedett rajta a törvény. Ő betöltötte az ő viselkedésével azt, ahogyan kellene, hogy éljen. Vagy pedig azt jelenti, amit mondanak itt, hogy azt jelenti, hogy többé nem kell tennünk. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a profétáknak eltörlésére. Pont. Nem jöttem, hogy eltöröljem. Vesző, kétszer elmondta ez a megváltó maga a husa, hogy nem azért jött, hogy eltörölje, hanem inkább, hogy betöltse. És ennek ellenére az emberek azt mondják, hogy ez azt jelenti, hogy ezzel már nekünk nem kell ezzel foglalkozni, és hogy ő betöltötte, az azt jelenti, hogy nem kell többé csinálnunk. Amennyiben ez azt jelenti, akkor ez is azt kell, hogy jelentse, és akkor ennek az egésznek nincs értelme, amiről itt ír. Azonban ez nem azt jelenti, hogy betöltötte, hogy ezzel vége van. Azt jelenti, hogy beteljesedett az ő viselkedésében maga a törvény. Ő az, aki betölti azt a feladatot, a azt a szerepet, azt a formát, amit a törvény előír. Erről beszél is Saul, ugyanúgy, ahogy, a húsa ahogy erről beszél Máté 5 fejezetben. Nem eltörölni jött, nem azért jött, hogy eltörölje, hanem hogy betöltse, hogy megmutassa, hogy úgy járjon, ahogyan a törvény megkívánja. Erről beszél itt Saul, és erről beszél itt maga a megváltó. Úgyhogy ezt a két dolgot azoknak, akik azt állítják, hogy az, hogy betöltse, azt jelenti, hogy többé nem kell csinálni, meg kell, hogy magyarázza azt is, ami Rómaiakhoz 13.8-ban zajlik. Egymás szeressétek, mert aki szereti fele barátját, a törvényt betöltötte. És ezután már nem kell szeretnie? Mert betöltötte, ha ugyanaz a logika, mint ami Máté 5-ös fejezetben van. Míg a kettő egy és ugyanaz szajkózza, mint amit az egész könyv folyamatosan járj a törvények parancsolatok szerint, a Torah szerint, az instrukciói szerint, mert ezek Elohim szeretete és a fele szeretete, így betöltöd azt, így úgy élsz, ahogy ő akarja. És ezzel még nincs is vége. Máté, Máté, Jahu, 7 hetes fejezet, 12 így szó. Amit akartok azért, hogy az emberek tiveletek veletek cselekedjenek, mindazt is úgy cselekedjétek azokkal. Mit jelent ez? hogy szeres vele barátodat, mint te magadat. Mert ha úgy szereted őt, mint magadat, akkor úgy fogsz vele cselekedni, mint magaddal. Ez Jakusa Hamásiák szava, a megváltó beszél. Miért? Azért, mert ez a törvény és a proféták. Hogy lehet ennél egyértelműbben megfogalmazni azt, amit szeretne mondani? A törvény és a proféták betöltése maga a szeretet. Ezt nem lehet eltörölni ezt a törvényt. Amennyiben eltörli azzal, hogy betölti, onnantól kezdve káosz van, és a világ úgy fog kinézni, ahogy ma kinéz. A törvény és a proféták a megváltó szerint, ha betöltjük, akkor szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, és a teremtőt is ez az ember fő dolga. Tízes vers Rómaiakhoz 13. A szeretet nem illeti gonosszal a fele barátot. Mi a gonosz? A törvények ellenére való járás. Ez IKL 18. 21. Ez IKL 33. 14. 16. Azt hiszem az előbb néztük meg. Annak okáért a törvények betöltése a szeretet. Egy folyamatosan ugyanazt próbálja elmagyarázni mindenki ha a betöltés azt jelentette az előbb, hogy onnantól kezdve nem kell csinálni, akkor itt azt mondja Sáú, hogy a törvényeket, ha nem csináljuk, akkor az a szeretet? Milyen fajta logika ez? Ugyanúgy, mint amikor azt mondják, hogy, hogy a következő szerepet pedig Gipsy fogja betölteni ebben a színdarabban, vagy ebben a foci csapatban, vagy ebben a politikai pártban, vagy akármiben. Ő az, aki beáll abba a szerepbe, aki, aki, úgy fog cselekedni, ahogyan az a szerep megkívánja azt. Erről beszél, itt ugyan ebben az értelemben használja. A napnál világosabb, megmondta a megváltó, és elmagyarázta több ízben. Leszögezte, hogy ő nem azért jött, hogy eltörölje a törvényeket. Elmagyarázza ugyanez show. Elmondta a teremtő a, a mózesi torában. Mindenki ezt próbálja elmagyarázni mindenkinek folyamatosan. A törvény betöltése egyenlő a szeretettel. Ez nem rabság, nem átok, nem, nem olyan, ami a, olyan dolog, ami a mi kárunkra van. Ez azért van kitalálva, hogy az emberiségnek jobban menjen a dolga. Amennyiben nem ezt csinálják az emberek, akkor úgy fog kinézni a világ, ahogy ma kinéz. A törvény betöltése a szeretet, amennyiben az ember úgy él, ahogyan a törvény azt meghatározza, azzal betölti azt a szerepet, és ez egyenlő a szeretettel. De nézzük meg, hogy mi ez a szó betöltése, csak azért, hogy ne az legyen, hogy én magyarázom bele ezeket a dolgokat. Ez a szó pedig, hogy betölteni, illetve betöltése. Ez nem más, mint a görög szó, melynek jelentése teljességet jelent. Az, hogy valami tele van, valaminek a betöltését jelenti. Nézzük meg, hogy hogyan használja az írás ezt a szót. Az a dolog, ami meg lett töltve, ami meg van töltve. Nem azt jelenti, hogy ami beteljesedett. Azt jelenti, hogy ami tele van, ami meg van töltve. Nézzünk meg egy példát Az a hajó, amelyik fel van legénységgel szerelve, amelyik meg van töltve. Legénységgel, katonákkal, evezősökkel, vagy ö, matrózokkal. Nem az a hajó, amelyiket már leromboltak, az a hajó, amelyik készen áll, amelyik úgy van, ahogyan annak lennie kellene. Nézzük meg tovább. A Prit Karasában, az új szövetségben azon hívőknek a csoportja, amelyik megvan töltve, amelyik tele van Elohim és a megváltónak a jelenlétével, az erejével, a hatalmával, az ő gazdagságával. Nem az, aki a törvény ellenére él, hiszen ide van írva, hogy a szeretet nem illeti gonoszszal a fele barátot, akkor a szeretet, be, a törvény betöltése a szeretet, akkor a törvény nem illeti gonoszszal a felebarátat, a törvény hogy lehetne probléma. Meg kell nézni a szó jelentését, és nem feltétlenül elfogadni azt, amit magyaráznak azok, akik egyrészt nem is értik, másrészt nem is akarják megérteni. Másodszorban ennek a szónak a jelentése, pleroma, a második fajta jelentése, az a dolog, ami megtölt valamit, vagy az a dolog, ami meg van töltve. Az a hajó, ami tele van rakományjal, szállítmányjal, vagy bármiféle árukkal, matrózokkal, evezősökkel, vagy katonákkal. Teljesség, vagy pedig egység, vagy pedig az időnek a, az összessége. Ezt ilyen értelemben is használja még ezt a szót. Ugyanúgy, ahogy használja úgy, mint hogy ha valami tele van, annak a teljességét, vagy valami elérhető nagy mennyiségben illetve könnyen hozzáférhető. De az utolsóra hívnám fel a figyelmet, valaminek a betöltése, valaminek az őrzése, vagy megtartása. akkor ha a megtartását jelenti, akkor a törvénynek a megtartása a szeretet. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem, nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy megtartsam, azért jöttem, hogy megmutassam, hogy hogy kell élni nektek, hogy kellene élni. Ezt jelenti ez a szó. Valaminek a teljességét jelenti, valaminek a beteljesítését jelenti ez a szó. Ugye senki nem beszél ebben a könyvben azok közül, akiket a teremtő küldte, az apostolok, a proféták, vagy a, az összes, siák, az összes felkent, senki nem beszél arról, hogy a törvényeket el kellene tölteni. Nincs is értelme arról beszélni, hiszen a törvény maga a szeretet. Az biztosítja azt, hogy az emberek úgy élnek, ahogyan a teremtő azt akarja. Rómaiakhoz 13.11. Ezt pedig cselekedjétek tudván, az időt. Cselekedjétek, nem gondolok gondoljátok, vagy beszéljétek, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjük. Ha már akkor ideje volt, hogy az álomból felserkenjenek, akkor mit mondanom most? Mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint mikor hívőkké lettünk. Cselekedjétek a törvény. Hiszen a törvény megtartása a szeretet. Ezt pedig cselekedjétek. Tudván, hogy az idő fogy, minden nappal egyre közelebb kerül egyrészt az ember, másrészt ez a világ az ítélethez. Úgyhogy ideje, hogy úgy éljen, ahogyan az meg van írva. Elmúlt az éjszaka, a nappal pedig elközelget. Vessük el ezért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit az éjszaka arra az időszakra utal, amíg nem jött el a megváltó hozzájuk, amíg, nem, amíg elfelejtették a törvényeket, amíg a büntetések, az átkok jöttek erre a népre. Egészen elkezdve a királyoktól, befejezve a két fogság után, amikor, amikor is ugye az asszíriai, illetve a babilóniai fogság, és az összes hányattatás, ezek után jött el a megváltó. Ő az, aki elhozza a világosságot, hiszen ő maga a világosság. Mi a világosság, a teremtő szava, az a világosság, az ő törvényei a világosság. Ezek az ő fegyverei. Erről beszéltünk az előbb, ami, ami a pajzs, ami védelmez, hogy az úton maradjunk. Erről szól Efézusiakhoz 6-től. A fegyverek. Onnan lehetünk biztosak ebben, Misli, hatos fejezet, őriz meg fiam, atyád, parancsolatját, anyát tanítását elne, hogy közd azokat szívedre mindenkor fűzd a nyakadba. Valahová mégy, vezérel téged, mikor alszol, őriz téged, mikor felserkentsz, beszélgette veled. A parancsolatokkal kellene foglalkoznia mindenkinek. Miért? Azért, mert a törvények megtartása maga a szeretet. Ez az, amit a teremtő elvált tőlünk. Azonban 23-as vers így szól, mert szövétnek, az az lámpás, a parancsolat, és a tudomány világosság életnek úta tanító fedések. A szövétek az a lámpás maga a parancsolat, a tanítás pedig a világosság. Az életnek az útja pedig mindezek együttesen, ezek a feddések, amiket a teremtő szava a rendelkezésünkre bocsát. Azért, hogy tanuljunk, és azt szerint és úgy járjunk a világban. Ezek a világosság fegyverei. Mikor az ember megérti, hogy mi a feladata, onnantól kezdve a világosságban jár. Ez az ő feladata, hogy világosság legyen a, a, a világban az emberek számára. Azonban nem lehet világosság valaki, aki úgy jár, mint a világ. Mint nappal, ékesen járjunk, azaz a törvények szerint, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irítségben ez az, ahogyan ma a világ jár. A világnak semmi sem elég, mindenki csak magával foglalkozik, és azzal, hogy minél inkább élvezhesse az életet. Az erkölcstelenség az lehet, hogy tetőfokára hágott a történelem során, és a másik az, hogy mindenki azzal foglalkozik, hogy neki mi van, legalábbis a legtöbben, mert neki mi van, mi az, ami a másiknak van, hogyan lehet ezt, azt megszerezni, egy szóval összefoglalva a test dolgaival, illetve hát két szóval, a test dolgaival foglalkozik a világ. Erről beszél, hogy ezt ne tegyük, hiszen ez nem az az út, amit ő kijelölt számunkra, ez nem a törvénynek a betöltése. Aki ezen az úton jár, az a világot követi. 14. Hanem öltözzétek fel, Adonai Jehusá Hamásiáko. És a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Hiszen amennyiben ezt teszi az ember, eltér az útról. Elindul egy olyan úton, amit a teremtő nem jelölt ki számunkra. Öltözzétek fel Jehusá Hamásiákot. Hiszen ő volt az, aki úgy járt, ahogyan nekünk kellene. Minek mondaná, hogy öltözzük fel, ha a törvény betöltése itt azt jelenti, hogy eltörölte. Vagy itt azt jelenti, hogy eltörölte. Vagy amikor azt mondja a megváltó, hogy nem azért jöttem, hanem hogy betöltsem, azt jelenti, hogy eltörölte. Mi az, amit fel kellene öltöznünk, ha nem azt, ahogyan a megváltó viselkedett és élt. Ahogyan ő megmondta maga, hogy azokat cselekedjétek, amiket én cselekszem. Öltözzük fel őt, hiszen ez lesz a világosságnak a fegyvere, ami ellentétes a test akaratával. Mi a világosság? A parancsolat, a tudomány, azaz a tanítás, a teremtő szava és az ő intései. Ezek a világosság. Ki a világosság? Ja, a másik? Én vagyok az út, az igazság, az élet. Senki nem mehet az atyához, hanem ha én általam. Ha úgy élünk, ahogy ő élt, akkor jutunk el. Miért? Azért, mert azt mondja, hogy bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, melyeket én cselekszem. És nagyobbakat is cselekszik, hanem mert én az én atyámhoz megyek. Úgy kellene, hogy éljen az ember, ahogyan ő azt megmutatta. Hiszen ő a világosság, ő az út, ő az élet, ő az, aki elvezet az atyához. Miért? Azért, mert ő betöltötte a törvényt. Ő úgy élt, nem eltörölte, hanem ő úgy élt. Ő szeretett mindenkit, megmutatta, hogy hogyan kellene élni. Aki ezeket a dolgokat cselekszi, az az, aki az igazság útján jár. Az az, aki felöltözi ezeket a fegyvereket. Akiket majd ez pajsként véd, és rajta marad a jó úton, és eljut a végén a teremtőhöz. Erről ír Saul. Nem arról, hogy nem kell cselekednünk a törvényeket és borzasztó az, hogy, hogy az emberek nem képesek ezt megérteni. És biztos vagyok benne, hogy azért, mert nem akarják. Mindenki azt ért meg ebből a könyvből, ami a szívében van. Mert ez a könyv így lett meg szerkesztve. Ezért mondta azt a teremtő, hogy ő az ember szívében akar lakni. Az az a hely, ahova vágyik. Hogy a törvények legyenek az ember szívében. Amikor az van benne, akkor érti meg azt, ami ide van írva. Remélem hasznosnak találtátok, és folytatjuk hamarosan. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem és még sok extra információt is találtuk itt. Mindenkinek a legjobbakat! Halleluja!